Megmutatom ezen a szabályzón, hogy hogyan lehet módosítani a beállítási paramétereket. Pillanatnyilag a szabályzó próbapadon van, működik. Az érzékelők nincsenek ugyan bekötve, ezzel a két potenciométerrel helyettesítjük őket. A menürendszerbe úgy tudunk belépni, hogy a bal szélső stekkert lehúzzuk. A stekker alatt ott találjuk azt a két pici kék gombot, amelyik közül bármelyiket megnyomva belépünk a menübe. Most megnyomtam. Kalibráció menübe jutottunk, illetve pontosabban oda léphetünk be, illetve vagy átugorhatjuk. Ha baloldali gombot nyomjuk meg, akkor belépünk, jobboldali gombbal átugorhatjuk. Most átugorjuk, mert nem akarunk kalibrálni érzékelőket. Kazán menü, baloldali gomb, baloldali gombot megnyomom, belépünk. Kazán szivattyú bekapcsol, 66 fokon. Ezt az értéket most átállítom 70 fokra a baloldali gomb nyomogatásával. Jobboldali gomb megnyomásával rögzítem ezt az értéket. Következik ennek az értéknek a hiszterézise, 2 fok. Pontosan 3 fok. Ezt most nem bántjuk, tehát a jobboldali gombbal rögzítem. Következő menü a boiler menü. Ebbe is belépünk. A baloldali gomb megnyomásával. Boiler minimum, hőmérséklet. A baloldali gombbal növelünk rajta. Úgy van. Jobboldali gombbal rögzítjük. Hiszterézise. 3 fok. Ezt nem bántjuk. Vagy 2 fok? Nem bántjuk, rögzítjük. A differencia a kazánhoz képest. Ez 16 fokra van állítva. Tegyük fel, hogy csökkenteni akarjuk. Ugye csak növelésre ad lehetőséget a menü, de hogyha a maximum értékig növeljük, akkor utána a minimum értékhez jutunk, és onnan be tudjuk állítani a kért értéket, vagyis a kívánt értéket. Úgyhogy most növeljük. Húszok után átugrottunk 4 fokra, és most be tudjuk állítani a 8 fokot, mondjuk. A jobb oldali gombbal rögzítjük. Ennek is van egy hiszterézise, 2 fok, ezt nem bántjuk, rögzítjük. Végigértünk a menüsoron, a szabályzó most már újból működik, visszatesszük a helyére a stekkereket, vagyis a stekkert, az érzékelő stekkert. Innentől kezdve a megfelelő hőmérsékleteket is látja a szabályzó. Végeztünk a beállítással. Már csak a fedelet kell visszaszerelni.